Amiket mi most be fogunk mutatni, ezek nem olyan elképesztően nagy erejű, 100-150 font húzóerejű számszeríjakat fognak bemutatni a Szent Sebestyén számszeríjászok. És velük szemben mi meg fogjuk mutatni, hogy hogyan néz ki egy ilyen nagyjából 50 font húzóerejű, és itt mindjárt elnézést kérek, amiért fontba adom meg, már is váltom át, tehát egy 25 kg húzóerejű íj fog szembeállni egy 75 kg húzóerejű számszerű íjjal, illetve talán többen is, és megpróbáljuk megmutatni, hogy mi a nagy különbség a kettő közt. Addig néhány információt szeretnék átadni, amíg felkészülnek a harcosok. Az egyik ilyen információ, hogy ugye ez a hatalmas húzó erő, amivel a számszerű bír, ez milyen elképesztően nagy átütő erőt tud adni, és hát, hogy ez milyen veszélyes. Egy dolgot azonban nem gondolnak végig sokan, hogy igaz, hogy ezek a nagy erejű számszeríjak, ezek vastag, nehéz vesszőkkel történő lövésre alkalmasak, ellenben ezek a vastag, rövid vesszők, ezek tömegükben nem sokkal nagyobbak, tehát mondjuk ezek a vesszők általában ilyen 40, maximum 50 cm hosszúságú vesszők, miközben a mi őseink hosszú húzás hosszal általánosságban 70-80 cm hosszú vesszőket lőnek. És hogyha ezt a hosszú vesszőt én félbevágom és egymás mellé teszem, akkor vastagságban már majdnem ugyanott vagyok, tömegben majdnem ugyanott vagyok, mint a számszerű vessző. Még egy dolog van, itt ezt majd meg lehet tekinteni, azért vannak itt a számszeríjászaink, hogy meg tudják mutatni önöknek, hogy ezek a számszerű vesszők, ezek általában az ilyen nagy erejűek teljes egészében fából készülnek, tehát a tollaik is fából készülnek. Kettő tollat tudnak elhelyezni általánosságban a vesszőiken. Ez a kettő toll, ez egy sokkal kisebb stabilitást ad, mint a mi három vagy négy tollas nyílvesszőink. Ez azt eredményezi, hogy a nyílvesszőnek kicsit csavar tollazása van, ezért pörög a nyílvessző a levegőbe, tehát egy hossz irányú pörgést hajt végre. Ez viszont stabilizálja a repülését, tehát a becsapódásnál sokkal mélyebbre hatol, hiszen forog a vessző még a levegőbe, tehát töri át, fúrja át magát az anyagon. A számszerű vessző pedig teljesen egyenesen megy, és ezért ugye ezt úgy szoktunk mondani, hogy megpuffad a célba, tehát mivel nem forog, nem téríti ki maga elől az anyagot, hanem csak tolja átfelé magát, ezért ez az átütő erő, ez nem mindig igaz, hogy ez olyan sokkal nagyobb, mint egy íjé. És van még egy dolog, amire majd itt föl szeretnénk hívni a figyelmet, és ez pedig a lősebesség. Ugye természetesen itt most egy gyalogos íjász, vagy két gyalogos íjász fogja összemérni a tudását, mondjuk két számszerű íjászsal, remélem ez lehetséges, én most itt hasra ütve mondtam, hiszen nem egyeztünk meg csak annyival, hogy jönnek ők is, és csinálunk valamit, megmutatjuk, ha már lett egy kis szabad időnk. Mi úgy éljük az életünket, hogy minden elpocsékolt perc bűn a teremtéssel szembe, ami nem halad a maga útján, az halott. Tehát igyekszünk kitölteni minden időt információval, látvánnyal és egyebekkel. Ennek fejében fog ez most következni. Látom, a számszeríjászok már vállaikon a fegyverrel közelednek ide a küzdőtér. Mivel a fegyvert vízszintesen tartották, szét kellett húzni, tehát az adott arcvonalon sokkal kevesebb számszeríjász fért el, mint íjász. Plusz a lősebesség alacsonyabb volt, jóval alacsonyabb, egy hatoda, vagy még talán rosszabb az arány, minél erősebb a számszerű, annál rosszabb az arány. Tehát itt azért jelentős hátrányt szenvedtek, tehát magyarul mondjuk ki, hogy mind a két harcosra szükség volt. Mert az elsőbről tűzerőt viszont a kézíjászok biztosították, a hatalmas tömegbe kilőtt nyílvesszőket. A számszeríjászokat ilyen úgymond speciális feladatokra alkalmazták. Hát most megpróbálunk valamit bemutatni ebből. Mert akkor azt csinálnánk, hogy ti is lőttök hármat-hármat, mi meg addig lövünk, amíg kilövitek a hármat, jó? És akkor összeszámoljuk. Biztos, hogy a háromszorosat minimum kilövitek, addig meglátjuk. No, tehát a játék, amit most itt gyorsan eldöntöttünk egymás között, az, hogy a számszerű íjászok 3-3 vesszővel fognak lőni, tehát fejenként 3 vesszőt. Ne jöttünk meg, ott van a tár, és megnézzük, hogy kettő harcos fog íjjal lőni. Tehát, hogy kettő
Fecó, akkor biztos maradsz? Jó. Tehát akkor, amíg a két számszeríjász lövi a három veszőt, amikor végeztek, akkor a közönség bekiabál, hogy vége. Kis interaktivitást hagyj kérünk, figyeljék a számszeríjászokat, nézzék, hogy mikor fogy el a három veszőjük, mikor lőtték ki a harmadikat. Addig a pillanatig az íjászaink lövik a veszőjüket, és a végén megszámoljuk, hogy mekkora különbség van a két fegyver között. Készen állunk? Köszönöm. Köszönöm szépen, majdnem csaltak az íjászok, két vesző bennmaradt a táblába. A jobb oldali nézőtéren még mindig sokkal kevesebb ember van, és sokkal jobban lehet onnan látni. Ez igaz, hogy süt a nap. Ez tény. Az elsőket még most is kérném, hogy ha lehet, akkor menjenek összébe egy kicsit, hogy a hátuk mögött lévők jobban lássanak. Mehet! Elkezdték a számszeríjászok. Hagyj menjen! Ahogy látják, nem kapkodnak az íjászaink, nincs miért kapkodni gyakorlatilag. A lőpontosságra odafigyelnék, mert aki mellé lő, azt én fogom hátba vágni. Hajrá, hajrá! Lehet nekik drukkolni? Közben talán érdekességképpen elmondom, hogy a számszeríjat... Kész? Akkor én szeretnék kérni egy gyors számolást, és akkor addig egy pár információt még megosztanék. A számszeríj Kínából származik. Kínában vannak az első lejegyzései, mégpedig egy olyan kínai uralkodóról, akit úgy hívnak, hogy Szelián Bobó, vagy Xiahung Bobó, vagyis az első olyan Hun uralkodó, aki a kínai mindenféle kisebb tartományokat, egyebeket egy hatalommá szervezi össze, és úgy hívják, hogy az első kínai császár, tehát erre felhívna a figyelmet, hogy az első kínai császár Hun. Ő rendszeresíti a számszeríjat és terjeszti el a seregben, és aztán jóval később, a 12. században jelenik meg tulajdonképpen Európában nagyobb méretekben, és jelenik meg különböző seregeknek az állományában. Szeretnék kérni egy számot? 20 találat, 3 mellé. Tehát 6-ot lőttek a számszeríjászok, és 20 találat volt az íjászoktól a lőlabba. Most szeretnék kérni a számszeríjászoktól egy olyat, hogy 2 veszőt, egyet-egyet legyetek szívesek, lőjetek a lőlapra. Gábor, cserélj a másikra? A másik íjra. Ugyanis itt egy dolgot gyorsan szeretnék mondani, hogy ezek az íjak, amiket használunk, ahogy mondtam, nagyjából 25 kg húzó erejűek. Az őseink viszont akár a 80 kg húzó erejű íjat is elérték és használták. Tehát ezeknek az íjaknak a háromszorosa, akár négyszerese is volt húzó erőben. Itt most egy pici minőségi váltást csinálunk, tehát a 25 kg húzó erejű íj helyett egy 35 kg húzóerejű íjjal fog lőni a harcos, és egy picit azt a különbséget próbáljuk megmutatni, hogy átütő erőben mekkora különbség van. Itt most azért azt el kell mondanom, hogy ez a lőlap, amire lövünk, ez vadonatúj, tehát most kapja az első lövéseket. Ezek a szalmakorongok, ezek nagyon-nagyon kemények, nagyon-nagyon jól nyelik el az ütést, tehát valószínűleg átütni nem fogja a vesző, de hát majd meglátjuk, mert még az is lehet. Hogy állsz, Gábor? Az egy pillanat letelt. Már is készülnek. Valaki mondja, nekem egy idő. Nagyszerű. Gábor felajzotta az íját. Természetesen nagyobb tömegű, nehezebb veszőre kell váltania, hiszen azok az íjak, vagy veszők, amiket eddig lőtt, azok ebből az íjból már szétrobbannának a kilövés pillanatában, tehát nem kilőhetők, tehát erősebb veszőre váltanak. Ellőhet egy nyugodtan, és mehetnek a számszerű veszők is. Nagyon nehéz egyébként ilyenkor távot váltani, illetve célt váltani, mert ugye teljesen más, hogy megy a nagyobb erejű íjból, a nehezebb vesző teljesen másképpen repül, ez látható is, hogy harcosunk erősen éhen marad, mert mellé lőtt a kacsának.
Ezt még megúszza, a következőt már nem. Jó. Megvan? Jó, hozzátok ki a táblát ide középre. Átment? Átmentek a számszervesszők? Nem erre lőttek. Hát mire lőttek? A sajátjukra? De félreértettük egymást. Húzzátok ki a vesszőtöket? Azt szeretnénk megmutatni, hogy ugyanarra a fogólapra mekkora különbség van a vesszőkben, úgyhogy legyetek szívesek a mi lőlapunkra lőni. Legalább azt is megtudjuk, hogy a mi célunkat is eltalálják-e, vagy csak a sajátukat. Na, a tempó iszkiri vágta. Na, mehetnek a számszerű veszők, nézzük meg, hogy a szalmakorongon mit csinálnak ezek a számszerű veszők. Köszönöm, mehetnek a nyílveszők. Jó, hozzátok belőle lapot? Nézzük a golyót. Természetesen el kell mondani, hogy itt nincs ilyen egetverően nagy különbség, ahogy mondták, ilyen 100-110 font erejű számszeriakkal lőnek, mi meg 70 fonttal lőtünk. Nem tudom, látható-e, hogy mennyire jöttek át a vesszők? Tehát látja mindenki? Hogy találják? Rettenetesen nagy különbség van a kettő között átütő erőben? És ugye itt el kell mondani, hogy gyakorló hegyekkel lőnek, tehát a számszerű veszők is nem élezett domború hegyek, mint ahogy a gyakorló nyílvesző hegyeink is azok. Hogyha itt felszorozzuk, hogy ők mondjuk használhatnak általánosságban seregben, tehát nem várvédő számszeríjakról beszélünk, hanem a seregben vonulós számszeríjakat, amit azért elbírnak a katonák és tudnak vele haladni, akkor és hozzá szembe teszem a 80 font húzóerejű, vagy 80 kg húzóerejű kézi íjakat, ahhoz hozzáteszem mondjuk egy lovas rohamnak a sebességét, azt a plusz 40 km, 40-50 km per órát, akkor bizony rájöhetek, hogy végül is nincs ilyen egetverő nagy különbség, ugyanúgy kovácsolt hegyekkel, speciálisan képzett kovácsolt hegyekkel, és itt felajánlom mindenkinek, akit érdekel, hogy hoztunk olyan hun kovácsolt hegyeket, amiket páncél ellen vagy vadra fejlesztettek ki az őseink. Az egyik felismerése a hunoknak a világban, hogy merre jártak, a megtalált kovácsolt nyílt hegyek általi felismerés, senki más nem használt olyan típusú és olyan tökéletesen kovácsolt hegyeket, mint a mi őseink. Tehát ezeket meg lehet majd nézni, ide lehet jönni hozzánk, többfélét is hoztunk. Egy kérdésem van, meggyőző volt a bemutató? Igen. Érdemes volt megmutatni? Igen. Köszönjük szépen! Igen. Itt egy nagyon fontos keze, majdnem kihagytam. Köszönjük szépen a Szent Sebestyén számszeríjászoknak, hogy segítettek ebben a bemutatóban. Nem lekicsinyelni szeretnénk a számszerí fontosságát, és egyáltalán az erejét, meg a stb. Csak szeretnénk megmutatni, hogy helyén kezeljék. És még egy dolgot szeretnénk mondani, hogy azért vezették be, mert sokkal könnyebben lehet vele pontosan lőni, mint egy íjjal. Tehát nem kell olyan hosszú ideig gyakorolni és tanulni vele, mint az íj használatát. És ezért rendszeresítették a seregbe, mert egyszerű kézműveseket, parasztokat is be tudtak sorozni íjász katonának, és egy számszerű íjjal nagyon gyorsan tudtak hatékonyan lőni, úgyhogy ez a kontraszt a két fegyver között. És már is megyünk tovább, köszönjük szépen még egyszer, megyünk tovább és kezdjük akkor a harci bemutatót. Egy pici átalakítás a terepen, a számszerű íjászoknak a tábláját kivesszük, félretesszük. Nem,
Egy-egy technika ördöge, ahogy szoktunk mondani, az ellenség keze betette a lábát. Hadd legyen egy gyors kérdésem, csak a mihez tartás véget, én majd jó elhelyezkedek itt a területen. Szóval hányan vannak itt, akik már ismernek minket és tudják, hogy mi következik? Egész bátran a kezeket föl lehet emelni, csak egy ujjat vágunk le a kézről. Köszönöm szépen. A szabadon választott, jó? Az volt a kérdés, hogy melyiket. Tehát ezt akkor már sokan tudják, de aki még nem, annak elmondanánk. Amivel kezdjük a harci bemutatónkat, az egy szakrális dolog, nem a... Egy pici hangerőt vegyetek le, légy szíves, aki ott van, köszönöm. Úgy de jó lett. Ilyen jó még sose volt. Tehát egy szakrális cselekedettel kezdünk, az ostorokkal megtisztítjuk a teret. A tértisztítás lényege abban van, hogy az ostor kapó hangjával, ezzel a hangrobbanással megkíséreljük innen a térről kiűzni a rossz szellemeket, azokat a gondolatokat, amiknek nincs itt helye. Mindenkinek ajánlom, hogy figyeljen önmagába befelé, hogy hogyan tisztul ki a fejében a gondolatiság eznek a hangnak a hatására. És közben meghívjuk őseink szellemét, kérjük a segítségüket, a tanítást, és a segítség ahhoz kell, hogy a lehető legkevesebb sérüléssel ússzuk meg, hiszen ahogy látják, vagy fönt is látták, azért folyt némi vér, nem nagyon használunk védőfelszereléseket a kesztyűkön kívül, úgyhogy szorítsanak nekünk, hiszen sok munkánk van, sok feladatunk, és nem jó, ha az ember sérül, mert akkor sokáig kiesik a gyakorlatból, és ezt nem nagyon engedhetjük meg magunknak. Tehát, ostormenet, figyelem! Figyeljetek hátra, nagyon szűk a tér, mielőttük ki, nem baj. Figyelem! Köszönöm szépen, senki tovább, majd a harcos figyel, maradjatok ahol vagytok. Figyelem! Ostormenet, indul! Köszönöm, nagyon szépen. Nem tudom, sikerült-e figyelni befelé. Hányan vették észre, hogy működik a dolog. Már is megyünk tovább az ostorral. Fönt a színpadnál már elmondtam, hogy egy egészen újkori lelet, egy 3000-3200 évre beazonosított sírban most találták meg két 40 év korú harcosunknak a holttestét fegyverzettel, és a fegyverzetnek az egyik darabja egy nagyon szép ostor. Tehát ismét be vagyunk igazolva, hogy több ezer év óta használjuk ezt az eszközt. A mai napig fennmaradt egy különleges eszköz. Itt a lengyelek is tanúk rá, hogy a világban bárhova megyünk, az ostorra nagyon-nagyon szentként néznek, mindenhol rettegnek és félnek tőle. Rajtunk kívül egyetlen egy nép használja az ostort, azok pedig a spanyolok. A másik lovas nem, illetve nyilas minőségű nemzet rajtunk kívül, akik szintén lovas alapon nyugszanak és használják ezeket az eszközöket. Tehát az ostor
egy fennmaradt, gyakorlatilag soha nem tűnt el a történelem viharában, ez nagyon-nagyon ritka a fegyverek között, hiszen a mai napig használják a pásztoraink, akik kinnélnek a szabadban, és védik meg állataikat és önmagukat, akár a vadállatoktól, akár a támadó idegentől, rablótól. Egy nagyon hatékony fegyver, amely nagyon virtuóz használatot enged meg, hiszen ez nem egy merev szálfegyver, hanem tekerek, csavarok, és olyan helyekre is elér, amit az ember nem várna, és ráadásul egy nagyon nagy általánosságban egy nagy hatótávolságú fegyvernek lehet tekinteni, hiszen egy bottal, egy ostorral, bocsánat, egy karddal, egy fokossal nem tudok ilyen távolságra elérni. Ostorból akár 4-5-6 métereseket is lehet használni. Itt mi egyformákat használunk, ilyen hadi ostorokat, hogy azért, hogy az ostormeneteket, egyebeket egyszerre tudjuk csinálni. Tehát nagyjából egyformák az ostoraink, és ezek nagyjából ilyen 3,5 méteres rövid ostorok. Ugye minél hosszabb az ostor, egyrészt annál jobb technikát igényel a használata, másrészt annál nagyobb sebességet ér el a csapója, ami alapvető szinten is, amikor csattan, akkor hangsebesség fölötti sebességről beszélünk. Ez az eszköz a mai napig egy kiválóan működő. Kettő fegyver maradt meg a történelem viharaiban, ami mai napig is él. Az egyik az ostor, a másik a fokos, és erről még majd fogok beszélni. Itt, amit láthatnak, hogy az ostornak mindenki azt gondolja, hogy a nyelét fogom és a csapójával dolgozok. Ez nem törvény, ezt bizony meg lehet fordítani. És ahogy láthatják, a harcos bizony a nyelével üt, a nyelét forgatja. Ennek az ostornak a nyelén egy nagy acélgolyó van, amivel brutál nagyot lehet ütni. Néha meg is mutatja a harcos, hogy mikor tarkon veri magát, mekkorát szól. Most reméljük nem fogja. Gyakorlatilag így megfordítva is hangsebesség közeli sebességet lehet elérni, csak ugye egy sokkal nagyobb tömeggel, vagyis nagyobb átütő erővel bír. A másik végével egy centiméter átmérőjű golyóval is be lehet zúzni egy lókoponyát, akkor gondolják el, hogy egy ilyen 3 centi átmérőjű acélgolyóval és a nyíl tömegével mekkora zúzóerőt lehet végrehajtani. Már is tovább mentünk, itt a harcos megmutatja, hogy két ostorral hogyan lehet ügyesen bánni. Azt mondtam, hogy az ostor egy nehezen kezelhető fegyver. Én azt merem állítani, hogy nálunk az ostor a legkedvesebb fegyver, mert a legnehezebb és a leggyorsabban tanít. Egyrészt ugye komoly fájdalmakat okoz, ha az ember nem jól csinálja, másrészt a legkisebb figyelem elterelődésre is azonnal reagál és azonnal megmutatja, hogyha hibát vét a harcos. Itt most azt kell, hogy mondjam, idáig nem hibázott, most gyorsan elmondtam ezt azért, hogy gyorsan hibázzam, mert ilyenkor szokott. És megvolt. A lényeg az, hogy abban a pillanatban, ha lankad a figyelme az ostora ellene fordul, rátekeredik, összefogja vagy megüti, úgyhogy erre megyünk tovább. Van nálam, köszönöm. Megyünk tovább. Kérek ide. Itt a harcos kezébe adom a mikrofon, te leszel a mikrofonőrző, jó? Tehát bízhatom? Akkor te fogsz rá vigyázni, amíg én megyek és dolgozok egy kicsit, jó? Vigyázz rá! Megnézzük, hogy hogyan is lehet egy ostorral harcolni, mondjuk egy tőrrel.
Hogy úgy vágja az emberi bőrt, mint kész a vaja. És egy emberi szemet nem nehéz kicsapni. Ha nem játszunk tovább, inkább megmutatjuk azt, hogyha pályaként használom az ostort, mert hogy erre is módon van, akkor... Egyszer már hármat, az ellenfélnek torokra gígérem ért ütés. Az ostor nyelenre kiválóan alkalmas. Ahogy leviszem a földre, egyik kézzel megfogom a fejét és vége van, kész. És tovább. Hányan voltak fönt a fönti bemutatónkon? Nem vagyunk unalmasak? Nem. Jó? Nem. Dehogy, nem is unalmas. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Két lándzsát láthatnak. Arrébb kell mennem. Ez a két lándzsa nem szokvány szabványa, hogy ezt láthatják. Ezt néhány szó már elmondtam, talán nem unják még, hogy ez a lándzsa teljesen végig acélból készül. Ezáltal sokkal nehezebb, mint egy hanyelű lándzsa, ellenben nem törik el. Ahogy látni fogják, amikor küzdünk vele, nagyon nagy ütéseket kell kiállnia, és egy néhány fanyelű lándzsát már eltörtünk, és amikor ez kirepül a közönség közé, ez nem vicces. Inkább úgy döntöttünk, hogy nehezebb fegyvert használunk a biztonság kedvéért, ez viszont azzal jár, hogy sokkal lassabbak vagyunk.
mint egy kisújú. Ugye gyönyörű volt. Ezek a küzdelmek, ezek nem koreográfiák, ezt a pillanatban csinálja a harcos. Figyel a pillanatra, igyekszik a lehető legjobb pozícióba kerülni. Gyönyörű. Látták, egy pillanatnyi lankadás, kicsúszott a kezéből egyikbe a lándzsa, és már ott volt a nyakán a penge. Tehát itt nincsenek koreográfiák, ez valódi küzdelem. Az életben, jaj, de szép. Nagyon-nagyon nagy nehézséget okoz nekünk nagyon sokszor, hogy azért is állunk meg a találatnál, mert ha végig visszük, akkor abban a sebességben egész egyszerűen nem látszik semmi. Tehát mi tudjuk, hogy bement a találat, de kívülről nem látszik. Nagyon szép. És ezért inkább megállunk, hogy lehessen látni, hogy mire kell figyelni, hol van a penge, hol van a fegyver. Már is tovább megyünk a küzdőtéren. Luca! Luca, itt vagyok, ahol, ha itt integetek, a kesztyűmet hozzád kérlek. Hun harcos a párt közepén, kezében egy hun pallossal, talán nem unalmas még. A hunokról, mikor beszélnek, akkor mindig szabjáról beszélnek. A szabja egy nagyon-nagyon ritka fegyver, csak a vezérek, a nagyon magas rangúaknak a sajátja, azoknak, akik... Ne, várj! Akik nem kétkezi munkából élnek, úgymond, ezért nemesi származásuk és anyagi helyzetük lehetővé teszi, hogy tanulják a fegyvervívást. Ezt nagyon nagy mesterek tanítják, a szabjavívást. Csatolt ki, mert nem fér volna kezem. Ennek mutatta meg Csinyád-Binyád forgatását Andis harcosunk. Már is szembe vele... Már is szembe vele a lándzsa, aminek a lényege ugye az, hogy azt gondolná az ember, hogy egy hosszú, kemény fegyver előnyt biztosít. Nagyon szép, most ez így volt. Előnyt biztosít a rövid kard ellen, de higgyék el, a rátermettség, egy gyönyörű magyar szó jellemzi ezt az egész dolgot. A rátermettség dönt. Lehet erősebb, hosszabb, nagyobb fegyvere, akkor is az ügyesebb, a rátermettebb győzhet, gyönyörű volt, nagyon szép. Hopp! A torokvágás benne volt a játékban, csak nem vitte be. Macska egér harcnak játszik. Itt láthatják, hogy a mosoly mindig ott van az arcunkon, bármennyire fáj. Ez azért van az őseinknek, a tudatiságának az egyik alapja, hogy az életet játéknak tekintik, egy hatalmas lehetőségnek, amivel érdemes élni, és nem félnek a haláltól. Ez a haláltól való nem félés meghatározza az őseinknek a szellemiségét és a világban lévő harcát. Már is megyünk tovább. Összeütök ti? Jó, akkor egy kicsit mutatunk egy kis technikát. Hunpallos, kontra lovakkard, hosszú kard, ez a kard 25 centivel hosszabb, mint a másik, nagy markolatvédővel ellátva mutatnak a fiúk egy-két technikát, hogyan lehet az ellenfelet egy pillanat alatt leszerelni, és majd erre felhívom a figyelmet, hogy itt nagyon szépeket lehet vívni, tényleg látványosokat és egyebek, mint hogy ezt a filmekben lehet látni, higgyék el, hogy egy harcos soha nem törekszik a látvány cirkuszra. Amikor nem tudja, hogy hány ellenfele van még a csatatéren aznap, akkor a lehető leggyorsabban fogja a másikat leküzdeni, lehetőleg egy szúrással, egy vágással. Itt láthatják nagyon szép kitéréseket, és azt, hogy ez a 25 centivel hosszabb penge semmit nem jelent. Az odafigyelés, a koncentráció sokkal fontosabb. Gyönyörű. Higgyék el, hogy itt is ez a lassú technika azért van, hogy látható legyen belőle valami. Nagyon szép. Itt most egy kicsit volt jelentősége a hosszúság közti különbségnek. Nagyon szép volt a csuklóvágás. Együttes. Hely, de szép! Erre szoktuk azt mondani, hogy megalázol. Itt egy nagyon szép csuklóvágást lehetett látni a hun pallostól. Na, op, hát, Isten nyugosztalja mindkettőjüket. Ez is benne van a játékban. Utolsó. Kész. Vége. Köszönöm szépen. Megyünk tovább
egy érdekességre. Hát két fogost hoztak nekem, úgyhogy kénytelen leszek egyből azzal. Megnézzük, hogy mennyit jelent a kétkezesség, és hogy ez a csodálatos fegyver nem a végig húzódik a történelmünkön, hiszen csak a mi őseink használták több ezer év óta, és soha nem tűnt el, ahogy ezt az imént mondtam. Ez egy nagyon speciális, csodálatos fegyver, ami nagyon szép dolgokat tud csinálni. Hol a mikrofonos ember? Nem vállalta a felelőssége. Még kicsit fújok, addig néhány információ. Sokszor megrólnak minket, amikor látják a feltöltött fotókat az internetre, és látják ezt a hosszú kardot. Ez csak azért van a hun viseletbe öltözött harcoson. Higgyék el, tudjuk, hogy ami rajta van széles, nem autentikus. És csak azért nincsen rajta láncvért, mert hogy van, mert az a plusz 20 kiló, ez ebben a melegben nem esik jó, és nyugodtan gondolhatják azt, hogy lusták vagyunk, és ezt nem tesszük, egész egyszerűen nincs is rá szükség, mert figyelünk egymásra. Tudjuk, hogy mit mivel keverünk és hogyan, és ezért a tetteinket, a gondolatainkat, amik elhangzanak, ezt felvállaljuk. Kérjük önöket, egész bátran meg lehet kritizálni, lehet párbeszédet kezdeményezni. Állunk elébe, beszélgessünk, hiszen mi sem biztos, hogy mindent jól csinálunk és jól tudunk. Hát, ha ebből kisül valami, jöjjenek bátran. Ahogy ezt mondtam, a hosszú lovakkart lényege abban rejlik, hogy nem a mi harcmodorunk. Az őseink egészen biztos nem használták. Nem a mi kultúránk terméke. A széles markolatvédő a jobb védekezést és a markolatvédővel való támadást szolgálja. Köszönöm szépen a figyelmet és a türelmet, hogy kivárták, ugye mi általában tradicionálisan látunk vagyunk, mint a vitatöke, úgyhogy tulajdonképpen aki bennünket kibír, annak már megvonulva a mai napja. No, hát ahogyan a vendég úr említette, hibázott, aki megkerít bennünket, mert fordulunk van, minél van mindenkit megkerülni, úgyhogy azért járkálok ilyen keservesen, mint a hogy mondják, hálaszorult félek, hogy minél többen lássák a madarainkat. No, tulajdonképpen azért jöttünk, hogy a magyarság egyik legősibb hagyományából, a solymázatból, ennek a gyakorlatából, a szemléletéből mutassunk be, hogy a terület ilyen körülmények között, ilyen
segítségre, úgyhogy segítsenek nekem. Kezdjük azzal, hogy milyen madár ez, ami itt nálam van. Baba! Baba! Remek, mindenki általában bagoly, tehát én ugye tényeknek hiszünk. Honnét tudjuk, hogy ez egy bagoly? Bálnának is nagy szeme van, mégsem bagoly. Különböztetni a világ minden sarkán a nappali és éjszakai ragadozó madarakat. Miért fontos ez? Mert ma ott tartunk, hogy a solymot nem tudjuk megkülönböztetni a sastól, a turult nem tudjuk megkülönböztetni a dögepüktől, ami viszont nagyon nagy hiba és nagyon nagy baj. Kezdjük onnét, hogy a nappaliaktól az éjszakaiaktól. A kezemen egy éjszakai ragadozó madár van, egy bagoly, és van egy olyan jellegzetessége, amit mindjárt el fogok mondani, ami a világ minden részén megkülönbözteti az éjszakaiakat a nappaliaktól, és van körülötte néhány olyan téves sztereotípia, amit azonnal eloszlatunk. No, mivel hogy csak én tudok most önök felé beszélni, mert ki vagyok hangosítva, akkor elárulom, hogyha megnézzük közelről, és egy kicsit közel hajolok, és hajlom, fotóznak, és arra sosem néz a bagoly, így van. Tehát, aki szembe áll velem, az látja, hogy ugyanolyan palacsinta képű a bagoly, mint én. Előre állnak a szemei. A palacsintáról mindenkinek eszébe fog jutni. Ezt kérem a baglyoknak az anatómiai ismérve. Nem túl beszédesek. Hál' Istennek ez egy szép csendes faj. Tulajdonképpen ez, ami a világ minden részén megkülönbözteti a baglyokat a nappali ragadozó madaraktól. Aztán akkor a tévedéseket, itt hallottuk a fiatal hölgyet, a 72%-os. Ez mindenki hallotta, hogy a baglyok hány száz fokban merre tudják hajtani hátra a fejüket. Nagyon kérem, ne terjesszük tovább, meg is csak négy szem közt vagyunk, ne adjuk tovább. A rántani való csipke pontosan annyira tudja hátrahajtani a fejét, vagy még jobban, tessék kipróbálni panírozás előtt. Valami miatt, valószínűleg azért, mert ugye a baglyoknak ilyen érdekes tollas nyakuk van, gyakorlatilag nem látszik, ezért terjedt ez el, én csak ennek tudom. De a sólyom is úgy alszik, hogyha kedve van, hogy a hátára fekteti a fekét, és kiválóan alszik. Tehát ez nem csak a baglyokra jellemző. A másik pedig az, hogy jelentkezzen, aki hallotta már, hogy bölcs bagoly, meg doktor bubó, meg minden ilyen okosság. Ugye? Köszönöm. Ketten legalább jelentkeztek. Ők mindig jelentkeznek, azért hozzuk őket. Köszönöm. Igen. Kiváló. De ezt is felejts el mindenki, amit itt mindig idézni szoktam, a népszerű humoristát, tehát a baglyok értelmi képessége tekintve kihívásokkal küszködnek, tehát nem túl okosak, maradjunk ennyibe, de ez mind-mind a specializálódásuknak van betudható. Akkor, ami a lényeg, nem érdeklődök, mert tényleg éjszakában zajlik, ezek a baglyok, tulajdonképpen nem túl harcos madarak, apróbb zsákmányokat ejtenek, apróbb gerinceseket, kisebb madarakat, küllőket, kétéltűeket. Az a lényeg, hogy egyben nyelik le többnyire az ennivalójukat. Aztán a puszta tényszerűség szerint, most itt csak a jelenlevőknek, és ezt csak azért mondom, hogy ne menjenek el, aki bármennyire tudja a szövegelésemet, egy akciós világkörüli utat fogunk prezentálni, a madaraink segítségével természetesen, és minden rendes magyar Ázsiából indulunk. Ő, ezért nem kérdeztem meg, hogy ki ismeri meg, hiszen ő nem honos nálunk, ő egy ázsiai fajhoz tartozik, ő egy malája erdei bagoly, úgyhogy ne akarjon senki találkozni vele az erdőbe, hiszen nem lehet közeli rokona a mi macskabaglyunknak, de tulajdonképpen nem honos fajról van szó. Most kettő kérdésre van lehetőség, ületen, tehát takarásban vadásznak, lesből általában rövid támadásokkal, üldözésből ejtenek zsákmányt. És akkor, mivel a solymászat nem szól másról, mint az ember és a madár együttműködéséről, ezért nekünk is ilyen formán kell ezekkel a madarakkal dolgoznunk, és ezt a fiatal ember most igyekszik nekünk megmutatni. Láttunk itt kutyás kollégákat, úgyhogy most egy kis fegyelmi gyakorlatot szeretnénk bemutatni. Akkor most a kutyásoktól kérnénk ezt a fegyelmezettséget.
segítsenek. Amit most látni fogunk a fiatalembertől, ahogy mondtam, ez az alacsony röptűekkel folytatott munka, még egy kis fegyelmi gyakorlatot. Csak hogy előre szabódjak, ugye itt ígértem, hogy az alacsony röptűek erdőben, bokrok között, fák között lesből támadnak, hát itt se bokor, se fa nem áll rendelkezésünkre, úgyhogy most a fiatalember igyekszik a helyszín adta lehetőséget kihasználni. Tehát, ahogy az alacsony röptűekkel dolgozunk, úgynevezett kézrehívásokat fogunk látni a fiatalembertől, amint maradjál ott, amint a madára. Mivel nincsen beülő fánk, ezért egy kicsit többet kell a fiatalembernek mozognia. A szülő státuszúaknak mondom csak, hogy nincs ok az aggodalomra, ma már egy ekkora gyereket megevett, tehát nem fog többet valószínűleg. És a lányok közül is csak a szőkéket ijeszgeti. Főleg a kék szeműeket. Ugye milyen ügyes, milyen messziről eltalálja azt az ülőkét? Csak hogy a kihangosító céget is reklámozzuk. Most azért késlekedik tulajdonképpen, mert onnét már látja a színpadon zajló koncertet és tetszik neki. No, itt most elkezdődik az a periódikusság, amikor bejön az, hogy a héjafélék, mint mondtam, lesből támadnak, őfélék, úgyhogy ahogy mondani szoktam, sosem restek egy kis lustaságra, tehát ha amikor nem muszáj, akkor nem mennek túl messzire. Hát igen, itt most ahogy mondtam az elején, hogy be vagyunk zárva, itt a fiatalember azt szeretné bemutatni, hogy ha elvegyül a tömegben, a madár őt akkor is röptében keresni fogja, hát egy kicsit nehézségbe ütközik ez a támadók zárt sorfalával, de hát majd megoldjuk.
Szuper, egy-két járni, egy-egy-egy, jó, de jó. Kezd jó lenni. Szóval jó estét kívánok, Csókakő! És környéke. Nem kérdem én anyát, hol szült világra. Nem kérdem én apád, ki volt.